Sziasztok, én Moviro vagyok. Ebben a videóban gondoltam készítek nektek egy unboxing videót. Mivel ilyesfajta videót nem nagyon láthattatok ezen a csatornán, gondoltam belevágok. És ha netán a jövőben szeretnétek ilyesfajta videót látni tőlem, akkor nyugodtan írjátok majd meg kommentbe. Na de nemhogy szaporítanám tovább a szót, vágjunk is bele. És itt is van a mi kis csomagocskánk, amit érzem szépen buborékos fóliában, na akkor nyissuk is ki. Itt van a szokásos számla hozzá, hogy mit is rendeltünk pontosan, a végösszeg, a szállítási cím, meg minden. Na akkor, nézzük is, hogy mit is küldtek nekünk. Először is itt van egy a szokásos Marvel plusz a 2018/7-es. Itt a poszter hozzá. Jó. Itt a következő Marvel plusz külön szám. A rajzolása az nagyon tetszik nekem. Látszik, hogy fölcserélődtek a dolgok. A Herkules ebbe, Thor meg a másik emberkébe. Aztán itt van az Évi Peter Parker külön szám, a 2018-as. Ezeket én mindig nagyon imádtam. Van hozzá egy szép poszterünk is. Azt nagyon nem bántam meg, hogy megvásároltam. Aztán itt van a Peter Parker 42. száma. A Peter Parker képregény sorozat, a Kingpintől a kedvencem. Láthatjátok, skarlátpókot, a rajzolás az nagyon ott van. Alig várom, hogy már ezt elolvassam. Szerintem ezzel fogom kezdeni majd az olvasást. Szóval itt van a másik nagy szám, a Fene gyerek. Ez is egy szintén egy külön szám. Fene gyerekből elég sok külön számot nyomtnak 2018-ban. Hú, ez is milyen állat, mi? Hú, ez itt van a Batman a sötét lovag visszatér. Frank Millertől. Ez az első része, ha jól emlékszem, úgy olvastam. Nagyon jó, nagyon jó. Örülök, hogy végre kiadták ezt a történetet. A Frank Miller sötét lovag visszatér, az nagyon kellett. És itt láthatjátok is, hogy a következő februárjában fog majd megjelenni. Porító, az nagyon tetszik. Következő pedig a Batman 30. száma. Joker, aha. Nagyon jó. Aztán itt van a hihetetlen pókember Stanley emlékére. 1922 született, és ez 2018-ban halt meg. Méghozzá november 12-én sajnos. Rajzolása az jó, ott van, nekem, vagyis nekem bejön, nem tudom, hogy nektek mennyire fog tetszeni, nekem bejön. Aztán itt van a legutolsó, a hihetetlen pókembernek a legújabb száma. Én ezeket is most azért rendeltem meg, mert decemberben eléggé el voltam havazva, aztán gondoltam, most megrendelem. Aztán így jött létre ez a videó is. Látom, Lény is szerepelni fog a képregénybe. És ilyenkor én azt szoktam csinálni, miután átlapozgattam a képregényeket, szépen megnézem a számlát, hogy most minden megvan-e, mert volt olyan nálam, hogy egyszer elfelejtették beletenni egy adott képregényt, amit én éppen megrendeltem. De amint látom, hogy minden stimmel. Jó, akkor
És ezután pedig az jön, hogy belehelyezem a képregényeket a képregény fóliába. Na, itt is vannak a képregény fóliák, pont 9 darabot hoztam át. Másik szobában. Igen, kivontjuk. Én nem szoktam kivenni addig a kartont. Szépen így belecsúsztatjuk. Szépen leragasztjuk. Jöhet így a következő. Frank Miller, féle Batman, az is szépen belemegy, jön a fene gyerek. Hát a borító nekem nagyon bejön. Amúgy. Remélem nektek is tetszik. Van íme az utolsó. Aztán így szépen befóliáztuk. Aztán most már mehet a gyűjteményembe is. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha netán a jövőben is szeretnétek ilyesfajta videót látni tőlem, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, aztán majd fogok csinálni ilyen videót. De ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és persze iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor jelezzétek nekem egy lájkol, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!